A Közép-Tisza vidék egyik leggazdagabb honfoglaláskori sírját tárták fel a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagykörűben. Az ásatás egy hete alatt eddig 6 csontvázat, több száz ékszert és fegyvereket találtak a régészek, a részletek Szegedről jönnek. Nem ez az első értékes lelet Nagykörűből, korábban avarkori maradványokat is találtak már a községben. A mostani ásatás területén bölcsőde épül, az önkormányzat azonban vállalta a több hónapos csúszást a feltárások miatt. A férfi nyújtott csontvázát látjuk, az összes viseleti tárgyal, amit akkoriban használtak és hordtak, és a lábánál pedig egy lófej van, illetve a lónak a felszámai. Ez az egyik abból a 6 sírból, amit eddig feltártak a régészek. A csontvázon még mindig látszanak a ruha maradványok, ez például egy díszes, veretes öva derekán, ami most kék az oxidációtól, egyébként ezüstből készült, ez is ritkaság. Bokáján meg a két karján egy nagyon vékony arany szalagot, ami feltehetően a ruhát fogta, a ruha ujját, illetve a nadrágnak a szárát fogta össze. Ez pedig egy nő sírja. Itt is látszanak valamikori ruhájának díszes gomjai. 4-5 napja dolgozunk, és amit találtunk, az maga csoda. Az ásatás vezetője azt mondja, ezekből a leletekből új információkat is kapnak. Itt találtunk egy újabb típusú kaftánt, tehát újabb képet kapunk arról, hogy hogyan is öltözködtek a honfoglaláskori nők. Eddig a 600 négyzetméteres terület egyharmadát tárták fel, de minden centiméter többször átvizsgálnak. Nagykörűn nem ez az első szenzációs lelet. Mi azt szeretnénk, ha a lelet visszakerülne hozzánk Nagykörűbe, sőt, még a korábbi leleteket is szeretnénk megszerezni, hiszen vannak nagyon szép avarkori leletek Nagykörűből, amelyet Nemzeti Múzeum őriz, és hát korábbi honfoglaláskori leleteink is vannak. A leleteket először a Damjanich Múzeumban restaurálják, és a település felelősséget vállal a gyűjteményért, egy év múlva állandó kiállítást is nyithatnak.